mais o caminho. Vou colocar pra cima. Se levaram as mãos, esqueceram? Elméletileg visszatértünk a kis technikai probléma után, úgyhogy igazából arról maradtunk le, hogy a Liquid nyerte az alapköreit, úgyhogy most már itt egy vásárlós körbe csöppenünk vissza, ahol Twist, az aki meghal, azáltal így megvan adva, vagy át volt adva a nyitó, JKS, nem fogja túltolni, nagyon hamar foglaltak itt Almaint a Liquidesek, átívet megpróbál betörni árakóra, megvan Fallenre a frag, majd utána JKS tud hajtatni, 22 HP-n az Ausztrál, megvan viszont az Arakó, viszont nagyon úgy néz ki, hogy ez egyelőre csak egy fék, JKS-nek kell húzni az időt, amíg a társak tudnak mondjuk B irányába menni, viszont lelövik, ezáltal egy Jekindár és Nevdója maradnak 2v3-ban. Kicsit szét itt vannak esve, amit értem azt, hogy nagyon messze vannak egymástól, itt a két életben lévő T játékos, és nem biztos, hogy jó az az áoldali pedzegetés, hú, mondjuk most Skázádzár itt akár át tudják csipni egymást, Jekindárnak nincs előnye! Ugyanis jó volt a pozi a Skáznak, és a fegyver előnye is megvolt a Brazilnak, a volt csapattársnak, úgyis mondhatnám, Neff marad itt, tehát egy 1v3 van a bomba, a kéze, megvan a spot, a Sajtos playerről meg is van a kill, viszont jó volt a dupla swing és Heavenből, aztán végig Yuri el tudta kapcsolni utolsó életben lévő Neffet. És egy kis fun fact, ugyanis nem tudom, hogy vannak-e big szurkolók, de most biztos nem örülnek, ugyanis a szó 2-1-es összesítésben végül akkor hát a felsőági egyik úgymond bekerülő mérkőzésen le tudta gyűrni a biget, és akkor így ők lesznek azok, akik 9. csapatként, de csatlakoznak majd a másik 8-hoz, akik már benn vannak a group stage-ben. Akkor megvan az első... Tovább jutunk az első kiesünk mellett, ugye az első kiesünk ugye a FlyQuest volt az előző mérkőzésen, akik óriási pofont kaptak a Mongolstól, most pedig akkor ugye a szó 13-11-re verték a biget harmadik mapon, ők jutnak be. A szó egyébként egy jó csapat, én az utóbbi időben meg vagyok velük elégedve, de azt nem vártam, hogy a Mongolst elverik, tehát ezt szerintem mindenketten kimondhatjuk. True. De ott egyszerűen szerintem a Mongol az egy kicsit off-game-en volt. Tehát ott Techno 1,1-es KD, Senzu 0,8. Úgyhogy nem ezt szoktuk meg. Ultimate-nél megérkezik az AWP, most akkor a T oldalon is. Kicsit unorthodox pick, bár ugye ezt láttuk már Fallentől is. Aki egyelőre viszont nem érkezik a nagy zöld, nyilván ugye nem nagyon volt rá pénz, annak ellenére, hogy az előző kört ugye meg tudták nyerni, jó a bepoppoló Flash JKS-nek. Viszont ezzel a füsttel egy kicsit még azért delay-jelik ezt az A-main push-t. Ja, viszont egy válaszhely és egy peak onnan készerátótól viszont nem fogja meglátni még az Ausztrál ellenfelét, miközben Yuri megnyitja kötőből a kört. 22-9. Néz ki, hogy hiába a CT oldal, nem engedetlentebb. Tehát nem is szabad neki. Főleg úgy, hogy egyébként azért a csapatnak így kollektíven mondhatjuk azt, hogy azért annyira jól nem megy. Tehát, hogy így Fallen 4-13, bár ő mondjuk a köröket hívta, ami mondjuk abból állt, hogy nagyon a fiúk, menjünk B-t, meg kövi körbe is, meg azután is. Meg itt az utolsóban azért próbáljunk meg egy B-t, tehát, hogy a biztonság kedvéért. Nem volt annyira túlgondolva a Fúriának a támadó oldala, cserébe annál jobban működött, mert folyamatosan splittelve támadtak, és folyamatosan erőltettek egy gyengén muzsikáló játékosra, ugye Jekindárra, és igazából meg lett az eredménye, 9 nyert kör. Tehát most Yurinek ismételten alkotnia kell. Ebben a körben már megtettem, viszont most egy ugyanolyan osztott támadást fog érkezni a Liquid-től, mint amit már láttunk egyszer a Fúriától. Cselóék lesznek belagadva, de a füstök mellett lehet majd próbálkozni. Cseló, két irányba kell mindenképpen figyelnie. Twist, kívül egy játékos füstök keresztül, majd utána Cseló duplázni tud a JKS-től, nem marad el a válasz. Így viszont még mindig a Fúria van ember előnyben, JKS fogja telepíteni a bombát, ultimate-nek meg kell menteni, gyönyörű flick. Holnap viszont megérkezik majd lassacskán a hátba, ahol nincsen információ, eddig a pillanati oldalba tud lőni egy ember, és akkor JKS két irányba kéne figyelni, Yuriról viszont nem volt meg az info, és így megoldja végül a védelmet a Fúria. Egy körre a map pont, illetőleg kettőre a map győzelem, és még egyszer, hogy a Liquidnek a pikjén vagyunk, amit pedig már te is mondta, hogy gyakorlatilag nem nagyon látszik ezen a Fúria, hogy a gyengébbik oldalon szerepelnek most jelenleg. A három kötelezőt azért megtette a Liquid itt az első három körünk tekintetében. Mióta ugye, hát igen, erre szokták mondani egy good night, hát igen, Jekindár se nagyon érti. Szegényt most még az ág is húzza.
Tudom, amióta fegyverek kerültek itt a brazilok kezébe, nem nagyon van ellenállás, maradjunk annyiban. Nyilván még az előző körön benne volt a győzelem, hát most, hogy viszont Follennél ott van az AVP, hát lehet, hogy itt lesz akkor a stop tábla megint csak. Ultimate-nél is ott van a másik oldalon. Az viszont egy jó gránát lehet. Hát meg... Ki már ki más kapnál egyébként. Szegény Jekindár. Hanem Jekindár. Ja, neki nem nagyon megy. Pedig volt egy pici reménysugár így bennem, meg szerintem az összes Liquid szurkolóban, mert amikor az első meccsüket néztük a Blaston, akkor jól szerepelt Jekindár, és láthattuk ugyanazt azt a jól fregelő agresszív formáját, mint amit a legelején, amikor bekerült ebbe a csapatba. Hát most ez nem az, még mindig. Tehát, hogy még ettől egy kicsit messze áll. De semmi gond, mert van még itt lehetőség, tehát hogyha ezen a mapon kikapnak, mi fog történni, van még egy legalább. Hogyha pedig ezen a meccsen kikapnak, akkor még holnap is van. Nem holnap, biztos, hogy holnap, de biztos, hogy lesz majd még egy best of 3. Amit lejátszhatnak alsó ágon. Nem kell itt még aggódni feltétlenül. Ez most egy lassabb kör, a Liquid-től egyértelműen. Kidobáltak viszont nagyjából minden utility-t, úgyhogy most már ténylegesen csak az execute-ra kell tartalékolni, ami nagy valószínűséggel B lesz. Pollen, próbálják elvetni őt, megvan a ultimate-ről a spot, és megvan a kill is, őknek következőnek, de aztán végül egyébként tud rifegedni, sőt, biztos is egy óriási fejest beszurszkáznak. 4v3, és innéttől fogva pedig mivel messze vannak? Cellóig, nagyon úgy néz ki, hogy mentő akció lesz majd azokkal az M4-esekkel. Ugyanis ha megnézzük a Furiának a bankját, 650, 1650, egy 100 dollár, Follennél van még egy 1000-es, meg Skaznál durván egy 1200. Hát, nyilván még tudnak dobni majd, főleg itt gondolok K-szerátorra, AWP viszont semmiképpen nem lesz majd Follennél. Ami viszont érkezni fog egy 7. nyert Liquid kör, nyilván ez még csak idő kérdése, pontosabban már csak idő kérése, ugyanis meg kell várni. Ez a C4-es felrobbanjon. Nyilván itt Neff még elmegy, megpróbál exitelni, de láthatjuk nagyon jó, hogy felvették ott az alappozikat az A-site-on, mind a három lényedben lévő Furiás, és nem fogják engedni majd, hogy itt a vadászoknak a martaléka legyenek. A pokolgép pedig ebben a másodpercen fel is lobban, így tehát most már láthatjuk az eredményjelzett táblán, és hogy megvan a 7. köre a Liquidnek. Tökéletes, hogy felvezettem, hogyha a Liquid kikap, akkor még van lehetőségük. Hát nyilván a legrosszabb ágra került. Nem, az nyilván a legrosszabb ágra kerülnek. Az összes alsó ágos csapat közül, tehát első meccs mai nap 18:45-től Alternate Attacks Falcons, azért szerintem egy Falcons győzelem egyértelműen, de van ott Imperial, Pain, van ott igazából Mongols, aztán a Heroic Redimax ágra kerülnek, ugye ennek a győztesével játszanak, játszik majd ennek a meccsnek a vesztese. Egy gyorsabb popkör a Liquid oldaláról, Yuri, illetve Skulls kezdik meg a fregek gyártását, Skulls ráadásul vakítól a píkeret, és viszont ultimate lekapcsolja őt. Szép lövés a lengyeltől, viszont még mindig ember hátrányban a Liquid. Hatosra ment egy Molly, viszont nem égbehet bele senki, úgyhogy tudhatják nagyon jól most már a Liquid-esek, hogy ott nincsen ellenfél, Follen közben hitelődik a füstökön keresztül is 3 HP-ig, Yuri is túrja azt a smoke-ot, viszont cserébe elszenved 45 HP-re való sebzést, Cellónak óriási lurkje, elkapott egy embert, aki nem lesz más, mint Ultimate-nek a VP-je, 2v4-ben JKS és Neff, ha nem nyerik meg ezt a kört, akkor mappontra kerül a Furia. A JKS potolták, Neffről viszont még nincsen információ, az a füstlassacskán el fog múlni, viszont Follen ki tudott pozícionálni, ez így egy jó hívás a Furiától. Megpróbálják a lehető legpasszívabban megjátszani, ugyanis az, hogy Cello fregelt egyet hátba, az folyamatos nyomást fog rakni a Liquid játékosokra, mert nem tudják, hogy hova tűn, nem tudják, hogy érkezni fog-e, nem tudják, hogy jönni fog-e létbe, vagy már megkerült mindent. Más pozícióról közelíti meg a rakót. Follen az, aki valószínűleg el fog hullani. Szotolnak még egy játékost egyébként, de egy eléggé deep füstöt dobnak. Neff viszont a füst fölött tud egyet fregelni. 2v4-ből 2v2. Ez egy szép megoldás egyelőre. A kanadaitól JKS-en a bomba megpróbálta leszpotolni Kévet. Szerintem a bomba lassacskán érkezni fog, vagy van még 30 másodperc, és Kéven keresztül ki lehet rotálni. Ez így egy nagyon-nagyon-nagyon jó hívás. Mondjuk lehet JKS-nek az ugrását hallották, de ha nem is, akkor mindenképpen olvassák most már itt Cellóék, hogy ez bizony akkor egy A-kör lesz. Az időzítés nem lesz jó, azt a C4-es mindenképpen lehet telepíteni. A kérdés csak az, hogy nektek a pozíjára számítani fog-e Cello, nem úgy néz ki, viszont megvan a spot egyik játék, másik játékosról, és Cello tud egyet fregelni, Neff marad itt, tehát egy 1v2-ből kialakított 1v1-ben. Yurival szemben 2 HP-ra sebződik a kanadai, és végül! Ki más, hogyha nem Yuri, de megnyeri az 1v1-et, akkor Neffel szemben, itt tehát végül akkor mappontra fognak kerülni a brazilok. Hát megpróbáltak Cellóra dupla píkelni, és az, hogy JKS ott meghalt, az
az a kör végét jelentette szinte, mert utána Juri előnyösebb pozícióból érkezett. Ott még egy flash egyébként az Ausztrálnál, én lehet ott abban a pozícióban megpróbáltam volna arra építeni, mert Cello nem tudott előre jönni. Tehát ott azon a ponton, ahogy ott volt közel lépcsőn, teljesen mindegy mit csinál, előre jönni nem tud, mert ketten fognak ránézni. Ott kellett volna talán a flash kihasználni és azután píkelni duplán. Teljesen mindegy. A ponton tehát így a Fúria, viszont eléggé gyenge a vásárlás, hogy van AWP, van egy MP9, teljesen mindegy, hogyha Juri kezében viszont AK van, neki meg is ugyan nyitni a kört, Jekindár kamillázik ott vízben, Cello pedig folytat, hát mindegy így az AWP-je ki lesz szedve, lehet nem csak a körből, hanem ebből az egész pályából is. Cello időközben egyébként 16 HP-n, a kettes ember előnyben legalább a brazilok. Van még egy execute-ra való set, mármint granátok tekintetében, mint Twistnél, mint pedig JKS-nél. Kéne viszont gyorsan szerezni egy piket, aki nem lesz talán más, mint készerátó az AWP-vel. Meg kéne lövetni, és meg is történik, viszont érkezik egy molotov, illetőleg JKS-tel egy füst. Hát Waterfallról nem fog tudni menni annak a molónak köszönhetően a másodlagos AWP, és Follent kéne lekapcsolni ezzel az MP9-essel, a spot viszont megvan róla. Hát így, hogy spotolnak a liquidesek, ez tök jó, viszont ahogy mondtam, továbbra is kéne az a gyors frag, mert hogyha nem lesz meg, akkor kifutnak az időből, és minél több időt nyernek a Fúriának, ők annál jobban át tudnak zárni bármelyik lerakóra. Ott visz szerintem meg egy lurk füst készül. Valószínűleg igen. Megpróbálnak inkább áfele playelni. Tehát itt azonnal két ember be tud zárni a rakóra, készerátonál ráadásul AWP és még egy ember tud jönni kamerából. Úgyhogy itt csak pillanat tetejét kell tartani a készerátonak az AWP-vel, aki hibázik, viszont viccegnek molón keresztül kellett átfutni. A kanadai most már 25 HP-n fullen, itt a füst mellett viszont leszfotolja őt víz. Készerátor pedig folyamatosan hibázik az AWP, úgyhogy ki kell zárni és újra tölteni. Az 5v3-ból sikerül valahogy 3v3-at kihozni, lekerül a bombat, viccek pedig előre tudtak foglalni, úgyhogy a Fury nagyon kiszorított pozícióból fog ritékelni. Hát már, hogyha akarnak ritékelni, nézd meg, Cello gyakorlatilag Narniában tengeti az életét, nyilván ő a lovas player, tehát nem neki kell előre menni, és nagyon úgy néz ki, hogy akkor készerátóik is kitáncolnak a körből, egy mappon tehát hárítva, másik négyet kéne még a liquideseknek megszerezni, pontosabban hárítani, és akkor mehetünk az első overtime-unkra. Tegnap valahonnan innen indultunk amúgy a FlyQuest kontra Big első mérkőzésünkön is, úgyhogy... Hát, hogyha akkor a FlyQuest meg tudta csinálni egy Big ellen, akkor miért ne tudná a Liquid megcsinálni a Fury ellen? Pokógép pedig most fog felrobbanni. Nyilván még azt néztem, hogy Twist túl tud élni, de nyilván itt középen azért már elég észre biztonságban volt az élete. HP-nyi damage-et sem sebződtek T-oldali játékosok. A vásárlásra leszek még kíváncsi. Bár nyilván itt azért az életben lévő három játékos tudni fog majd dobni a másik elhullott két csapattársának. Nyilván itt Follerről szinte megvolt az info, mikor berotált abba a smoke-ba. Minden esetre egy klasszis frag twist-szel maradjunk annyiban. Pontos, körértékű és életben maradás értékű. Fury elhasználja az első időkérését, ugye nekik egyelőre nem kellett. Most viszont ők is elkezdik érezni a nyomást, hogy azért Anubis T oldalról ez a négy kör különbség, ez semmi. Tehát ez pillanatok alatt vissza lehet dolgozni, főleg úgy, hogy tudjuk, hogy a CT ekonomia az hogy működik. Ha most ez a 9. meg lesz a Liquidnek, akkor a Fúria visszakényszerül Echo-ra, mert 1900-as loss bónuszuk van, ott egyedül Skullsnak lesz 2009, aki hát, igazából szévelt az AWP-re. De akkor meg már ott tartunk, hogy 12-10, hogyha még az Echo ellen is jel a Liquid. És akkor megint ott van az a két kör, hogy jó, hát akkor abból egyik vásárlós kör. A másik meg ami a csövön kiféresik, ahogy jönnek az MP9-ek, famaszok, amik szintén még mindig jól működnek, de egy hasonló vásárlása lenne az utolsó körre a Fúriának, mint ami kb. Most van. Nyilvánvalóan azért jobban örülnek, hogyha 4M4 plusz egy AWP a set. Szóval ezért kellett kikérni ezt az időt, és mindenképpen megpróbálják ők is úgy megoldani ezt a védelmet, hogy ebben még le tudják zárni, mert akkor nem kerülnek a libába ők sem. Megint egy lassabb kör jön majd a Liquidtől. Egy kicsit foglalgatnak igazából mindenhova, amin kontrollt próbálja meg JKS-t letartani, ugye neki nagyjából, vagy megtartani, neki ugye nagyjából ez a dolga. Egyedül mid irányába nem foglalgatnak, azt talán most fog majd megtörténni. Kilences a JKS mondjuk bemehetne egészen akár oda Waterfallig is, ha bár nyilván ő nem tudhatja azt, amit mi látunk a minimum alapján, hogy most van 3-assal Fallen egy MP9-essel ott, hát Exciton immáron akartam mondani, hogy törésnél, de nem.
Közben pedig nagyon úgy néz ki, hogy akkor ez egy B-execute lesz legalábbis így a likvidesek felállása alapján. Mondom ezt én is, mire befejezném a mondatomat addigra, JKS lehet, hogy tényleg betörött áménből, illetőleg a bombát is összeszedik újra. Hát, Fallen túl agresszív, jaj, majdnem meg, jaj, JKS, tényleg akkor elváltott a fegyverről. Hát, unlucky, nyitó a braziloknál. Jekindar tud valahogy trédelni, és ott van mögött lesz még egy játékos, a sprayt pedig le tudja tartani Skullsra. Nagyon néz ki, hogy szeretne menni tovább, készerátó itt a füstök mellett. Az AWP az előző körben nem működött neki azért annyira jól, úgyhogy vissza is fog zárni inkább egy passzíva pozícióba. Megvan az ember előnye, a Liquidnek Twist tudja majd letenni a bombát. Kis kilövik viszont, és az lehet, hogy meccsértékű lesz, nem tudnak időben plantolni. Nef, megvan az első, megvan a második, és nem lesz idő, egyszerűen le fog telni. És megnyeri a Fury a 13. körét, készerátó megmenti a mérkőzés, JKS-ek pedig mindenki nagyon gyorsan a Q betűjét, mert ilyen helyzetekben nem lehet egyszerűen switchelgetni a fegyvert. A Fury megnyeri tehát az első pályát, úgyhogy egyébként nem játsszák ezt a mapot, a Liquid nagyon maga biztosan pikkelte valószínűleg, és hát megtörtént az, amit mondtam itt a Mouse Heroi kapcsán, hogy hiába nem játsszák ezt a mapot, ilyenkor szokott jönni az orbitális pofon, akit valószínűleg Yurinak hívnak. Terültékbe villámcsapás, úgy is lehetne jellemezni ezt az első pályánkat, itt a Fury a kontra Liquid összecsapáson, viszont érkezni fog majd legalább még egy második pályánk, ami ugye a brazilok választása lesz a nyúk, egy rövid 10-12 perces szünet után pedig folytatódik, és a mérkőzésünk, úgyhogy ne menjetek messzire.